Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, nem másról vagyok, mint a garázsba. Kint mutatom, milyen az idő. Csodaszépen süt a nap, látjátok? Elmentek ezek a felhők, elment az eső, és az elmúlt pár napban jó idő volt. Amúgy mutatom, én vagyok itt a garázsban, ugyanis valamit vásároltunk a Davisnek. Ugye most lesz a születésnapja egy hónap múlva, de most vettük meg ezt az autót, amit múltkor mutattam nektek. Le van takarva, azért vagyok itt a garázsban. Várjál, lehúzom róla a takarót. Ugyanis összeraktuk apukámmal, csak fel kell tölteni. Hoppá, ide várjál, lerakjuk. Mutatom, hogy néz ki. Oda néz. Látod? Szerintetek örülni fog neki, vagy nem? Ugyanis a Davis rettentően szereti az autókat, szereti ezt a mesét, benn van az ülés, van egy kis kormány, be lehet kapcsolni, hogy előre menjen, hátra menjen, meg ugye egy gázpedál, meg itt valami, nem tudom mit csinál, dudál, vagy lehet, hogy ez indultja el, én nem is tudom mit csinál. Itt az áram, látod, kinyitod, be kell dugni, és azért jött neki, hogy feltöltsük, várjál, bedugjuk, másik felét bedugjuk ide az áramba. Hogy nálunk ilyen az áramdugó, látod? Néha van itt egy másik egyes is, és ilyenbe megy bele. Ezt lehet, hogy nem mutattam még nektek. Mutattam? Lehet, hogy mutattam. Na mindegy, hogyha nem, akkor most megmutattam. Ezt bedugjuk, és mutatom. Bekapcsoljuk az áramot. Hogy elérem, na, be van kapcsolva. Hogyha minden igaz, most töltődik. Én azt mondom, hogy tetszeni fog neki, legalábbis nagyon remélem. A matricákat, amit még fel kell rátenni, ugyanis megy matrica a kerekére, az oldalára, ugye mindenhova. Látod, van ilyen kipfogója neki. Spoilert feltettük rá, és van neki szeme. Majd meglátjuk. Amúgy van hozzátok egy kérdésem. Most jön ki ez a harmadik része ennek a mesének. Láttátok? Biztos, hogy láttátok. Milyen az első meg a második része? És a múltkor elkezdtem nézni, nem volt időm befejezni, a Davis szokta nézegetni, de nem tudom, lehet, hogy meg kellene nézni, és moziban nem hiszem, hogy el fogunk tudni menni a Davis-szel, és a Davis még nem tud megülni, de ha jól tudom, most jön ki valamikor, nem ez a harmadik része? Na mindegy, a régen a Lucas a Shrek-et szerette, ugye rettentően szerette a Shrek-et. Én a Shrek-et annyira nem szerettem, de a gondoljátok ide a videó alá írjátok meg, hogy szerintetek melyik a vagy ti melyik mesét szerettétek, vagy még mindig szeretitek. Én annak idején, nem annak idején ugye, mert a Toy Story-t szerettem. Mikor kijött a Toy Story, akkor én már idősebb voltam, már 10-valány éves, és közel 18, nem? Vagy mikor jött ki? Valami ilyesmi. Én rettentően szerettem a Toy Story-t. Ezek az új mesék ugye jobbak, szebben néznek ki, de na mindegy, gondoljátok ide a videóra, írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvencetek, vagy melyik volt. A Cars 3-ot én, ahogy mondtam, itt-ott láttam. Ha gondoljátok, azt is írjátok meg, hogy jó-e, vagy nem jó-e. A Davis szereti, mert sok autó van benne. Na minden. Úgyhogy, megmutatom nektek, közben a hajó az lassan készül. Ezt is mutatom, fehér lett. Ilyen az alja, ahogy látjátok, benne ez a fehér csík. Még ki kell javítani, tehát a hátulja még nincs ugye kifestve. Meg egy pár helyen látod, ki kell javítani, mert le volt ragasztva. Végülis ez lesz a végeredmény. Így fog kinézni. Végig megy rajta ez a fehér csík az elejétől a végéig. Szerintem jó lesz, hogyha elkészül. Még egy pár dolgot ugye meg kell rajta csinálni, aztán lehet belerakni a szőnyeget, az ülést, a kormányt, a motort, a hasonló dolgokat. Ugye még mindig festünk. Festünk még a másik csónakot is. Úgyhogy én most összeszedem magam, és bemegyek. Először letekrom az autót, mert elbemegyek, meg ebédelek, és el kell menni, be kell menni a postára, meg a bankba, képzeld el. Aztán megyünk át valószínűleg a szüleimhez, meg lehet, hogy megnézem az öcsémet délután. Ma meglátjuk. Szervusz! Jaj, szervusz! Mi kezdődött meg? A téli szünet! 2 hét téli szünet. Valaki kérdezte, hogy hány hét a szünet? 2 hét a téli szünet. És a Lucas megy vissza az iskolába. Jelenleg mit nézünk? Ezt a... Mit nézünk a macska sapkába? Ketten a hát. Nem kalapba. Ez nem jó film! Ez nem jó film. Nem tudom, én ezt sem láttam mondjuk. Mostanában a Davis ugye... Ebben a korban, hogy ilyeneket szeret nézegetni, és ezt most elindítottuk, mert volt egy macska az elején, a Davis azt mondta, hogy ezt akarja nézni. Na mindegy, szerintem elmegy. Amúgy a hajót, csónakot megmutatom, hogy milyen. Ugye lefestettük kékre, még nincsen kész, tehát a fehéret még ki kell húzni, majd festeni, de nagyjából megmutatom így gyorsan nektek, hogy hogy fog kinézni. Ilyen szép kék lesz, látjátok? Wow.
Majd megmutatom kintről is, hogy elkészül, hogy pontosan milyen. Szerintem elég feltűnő. Én azt mondom, hogy elég feltűnő, de nem baj. Jól fog kinézni. Na, itt az ebéd, nem más van, mint bizi-bizi, csirke. Úgyhogy ebédelünk, összeszedjük magunkat, és azt hiszem, hogy elindulunk. Lehet, hogy csak én meg a Lucas, majd meglátjuk. Elindultunk, ahogy látjátok, én és a Lucas. Gyorsan befutunk a postára, a bankba, be kell mennem a boltba, kell venni vizet, vagy egy pár dolgot, a feleségem mondta, hogy elfelejtsem. Te tudod, mit kell venni, Lucas? Pár dolgot. Amúgy holnap, képzeld el, ha minden igaz, megyek, és megnézek egy ilyen utánfutót. Olyan utánfutót, ezt a hajós vagy motorcsónakos utánfutót, munka után. Hogyha minden igaz, akkor hazahozom. Nem másképpen, mint a tetőcsomagtartón. Képzeld el, az utánfutót a tetőcsomagtartón. Én remélem, hogy rá fog férni, és nem fog leesni. Szerintem nagyon érdekes lesz. Ugyanis nincsen ilyen vonóhorog az autón, egyik autónkon se. Nem tudjuk hazahúzni. Ugye nem kell vonóhorog, mert ott nálunk a vízre nem kell vonóhorog, mert felhúzom csak simán. De valahogy haza kellene hozni. Úgyhogy meg fogunk vele valószínű, hogy próbálkozni. Ugye az idő, képzeld, még mindig jó. Ilyen szép napsütéses, ilyen télies idő van. 24 fokot mutat az autó, bár annál szerintem hidegebb van. Ez a téli 24 fok. Éjszakára, a hétre vagy jövétre én hideget mond, ilyen 10 fokokat éjszakára. Nézd, itt ez az autó, Lucas. Látod, hogy mióta itt áll? Le van róla véve hátsó kerék, hogy össze-vissza valamit csinálnak rajta valószínű. Hova álljunk? Valahol ide. Hátul elég sok autó van mindenhol. Amúgy képzeld el, a posta az itt van ezen a felén, a bank meg a túlfelén. Tehát át kell gyalogolni az egész-egész bevásárlón, hogy odaérjünk a postához. Amúgy, hogy tudom, mivel szokott így lenni? A játékbolttal. Ugyanis általában a játékboltot, hogy ilyen emeletes a bevásárló, legalábbis nálunk, az biztos, hogy a legtetejére rakják. Azért, hogy át kell ugye menni minden egyes részen, és te meg tudjál közben mindent nézni, még felérsz a játék része, hogyha ugye van a gyerekeid. Tehát értem, mit akarok mondani. Na minden, nézd, valaki ott vett egy limuzint, azt hiszem, ott áll. Látod? Ilyen régi. Elég régi. Ilyet se lehet mostanában látni. Ezek az új limuzinokat lehet látni, ezeket a hammereket, a nagyon hosszúkat, a hosszú hosszítottat, a nagyon sok kerekeset. Ilyen régit, már régóta nem láttam. Ezt itt hagyod? Hozod magaddal? Nem hozod magaddal. Ne, csak teszem. Kell venni tejet, itt? Kell venni vizet, oda. Remélem, hogy emlékezni itt fogunk felni. Ha nem, akkor holnap megint menjünk a boltba. Már holnap megint kell menni a boltba. Jövök! Ugyanis meg kell nézni a Davisnek a nadrágot. Múltkor vettünk neki egy ilyen formagatját, nem tudom, emlékeztek erre rá vagy nem. Most kell neki ilyen másikat, úgyis képzeld el, ma néztük, és van rajta egy luk. Hogy hogyan, fogalmam is. Biztos sokat mászik. Na minden. Lucas, vettünk mindent? Remélem, ugyanis közben bevásároltunk. Na várjál, addig lerakom a kamerát, aztán a vizet berakom. A víz megvan. Kóla megvan. Narancslil lazanya megvan. Kenyér, chips megvan. Meg megvagytok ti is. Hello! Én csak várok itt. És mindig várok, és... Visszajött! Na! Ujj, megjöttem! Nem beszéltem olyan sokat. Nem beszéltél sokat? Picit. Ugye lesz videó a Lucas csatornáján, még újfajta, és egy játék videó lesz, azt mondta. Melyik játékkal fogunk játszani? Marvel vs. Capcom Infinite. A demo már nem kijött az igazi játék még. Valami demo játékkal. Marvel vs. Capcom. Ez van az a verekedős játék, azt hiszem, hogy Infinite. Valami. Nem kijött az igazi játék. Nem, ez valami újfajta játék. Kijön hamarosan, az miért hamarosan. Nem kapni a demo. Rendben van. Úgyhogy azzal fogunk játszani. De miért nem a játékcsatornán lesz akkor ez a videó? Hm? Miért nem a játékcsatornán játszunk? Mert ott jobb a téren. Na minden. Már van még feliratkozó az én csatornám. Jól van. Megyek a szüleimet, aztán megnézem az öcsimet osszem. És bemegyünk ugye szörfözve. Péntek van. Iszunk egyet, sétálunk egyet, vagy valamit, nem tudom, császkálunk. Várok az öcsémre, közben besötétedett, mutatom nektek. Onnél fog kijönni az öcsém, de még sehol senki, mármint az öcsém. Amúgy nem látok egy hajléktalant sem most itt. Ez a rész, amúgy tele szok lenni általában mindig. Már mutattam nektek egyszer-kétszer itt a könyvtár. Elég sokan vannak a könyvtárban ahhoz képest. Úgyhogy most egyet itt ülök. Amúgy nem tudom, hogy tudtátok-e vagy nem, de nálunk tegnap előtt pár napja volt a legrövidebb nap az évben. Úgyhogy mától, nem, tegnaptól
Most már rövidebbek, nem, hosszabbak a napok, nálatok meg már rövidebbek, úgyis fordítva van, ugye? Nálatok most már rövidebb minden nap, egy picivel, nálunk meg minden nap egy picit hosszabb. Ugyanis nálunk jön a nyár, nálatok meg majd jön a tél. Neközben én az öcsém, úgyhogy azt hiszem, hogy megyünk tovább. Na, nyertünk, parkolót kifizettük. 3 perc, talán nem büntetnek meg. Rokkőd már lehet. Ja, hogy nyomjad meg. Megálltunk. Te, nem ülünk bele a pörgőbe? Még mindig van ilyen féláros jegyem, hogy ebből bele tudunk ülni és pörögni egyet. Na, menjünk, majd talán legközelebb. Bemegyünk, lesétálunk, körbenézünk, szokásos dolgot. Hozzáérkeztem, hogy látjátok, semmit nem filmeztem ott bent szörfözve, ugyanis általában, hogyha pénteken ugye filmezek és elmegyünk szörfözbe, majdnem mindig ugyanazt filmezem le nektek. A tengerpartot, hányan füldenek, hányan nem füldenek, veszünk inni és hazajövünk. Végül gondoltam, hogy a mai videóban ezt a részig kivágom belőle. Nem az, hogy kivágom, de nem filmezek semmit ott bent, hanem filmezek valamit inkább itthon. Amúgy nemrég értem az, amíg mindig nem öltöztem át, hogy látjátok. Pingvint nézzünk, pingút nézzünk. Én emlékszek erre a mesére, nem tudom, ti emlékeztek el, vagy nem emlékeztek el. Ez ilyen régebbi mese. És én szerettem ezt a pingvines mesét. Na mindegy, a Davis-t is szeretem, hogy itt nézi. De amúgy azt hiszem, azt már mondtam nektek a múltkori videóban, most elmegy és megfürdik. Aztán, múltkor kérdeztem, hogy ide, a szobám ugye, hogy mit rakja volt a sarokba. Még mindig nem tudom. Mondtátok, hogy lámpát. Többen mondtátok, hogy lámpát. És lehet, hogy lámpát rakok oda be, hogy világosabb legyen itt ez a helyiség. Ugyanis egy picit sötét ez a ház, én azt hiszem. Legalábbis így a kamerán, hogy így ilyen élőben mutatom nektek. Így nem sötét, ugyanis ott nézzük a tévét, ott egy ilyen lámpa. Itt is van, ez ugye most nem még, mert nem eszünk, de nem olyan sötét, de a kamerán úgy lehet látni, hogy sötét. Tehát én is látom itt mögöttem olyan, mintha sötét lenne. De nem sötét. Na minden. Úgyhogy elő kell vennem a nyomtatómat, mert amúgy mutatom. Itt a nyomtatom. Ez még mindig ilyen rumlis szekrényen, és van itt minden legótól elkezdve, mindenféle fajta dolog. Még pelenka is van be, látod? Nem pakoltunk be innét ki. Ki kell vennem a nyomtatót. Ide tesszük, úgyis kell nyomtatnom. Nem más kell nyomtatnom, mint egy ilyen átírásos papírt. Ugyanis, hogyha holnap elmegyek, megnézem ezt az utánfutót, ugye át kell írni a nevemre. Gondolom én. Ugye át kell írni a nevemre, mindent át kell írni. Bár nincs leregisztrálva ez az utánfutó. Ami azt jelenti, hogy... Na minden, hosszú elmagyarázni, ugyanis nálunk nem úgy működnek ezek a dolgok, ugye, mint Magyarországon, és nálunk csak regisztráció kell itt. Tehát, na minden, majd egyszer lehet, hogy elmondom, csak így hosszú, hogy ez hogyan működik. Az a lényeg, hogy kell hozzá akkor is egy papír, az ő nevér ugye át kell írni az enyémre, ezt a papír be kell vinnem a regisztrációs irodába, és átírják az én nevemre. Ennyi. Amiért a hajóért, motorcsónakért fizettem 26 dollár átírást. Bye bye! Bár! 26 dollárra fizettem, és ezt a regisztrációt kell fizetni, ami évente, én hogyha jól tudom, olyan 40 vagy 50 dollár évente a motorcsónakra, az autóra, ugye több az autóra, évente az enyémre, olyan 900 dollár, én azt hiszem, hogy annyiba kerül, ezt kell befizetni, ezen kívül mást ugye nem kell fizetni az autón. Tehát nincsen ilyen súlyadó, meg hasonló biztosítás, ugye, hogyha fizetsz rá, akkor fizetsz rá, hogyha nem, nem. Aztán még milyen adó van nálatok? Szomorú, hogy van súlyadó, meg nem tudom. De forgalmi, meg hasonló dolgok nálunk, ilyenek nem forgalmi. Mi volt az a másik? Az a füst, nem füst. Na minden, tudjátok, hogy miről beszélünk. Nálunk ilyen semmi nincs. Fizeted ezt az egyen regisztrációt évente. Minél kisebb az autód, ami ugye annál kevesebbe kerül, minél nagyobb ugye annál több, mivel az enyém a Ford az ugye 4000 köbcentis, 6 hengeres, ezért fizetek rá. Ha minden igaz, ilyen 900 dollárt fog rá fizetni. Na majd meglátjuk. Úgyhogy, bedobjuk. Amúgy ilyen a nyomtatom, nem tudom, mutattam már, nem, vagy nem. Ez a nyomtató 28 dollárba került, hogyha jól emlékszek, vagy 38. Van benne ilyen szkenner, meg minden, és ez ilyen olcsó fajta. Van ez a wifi-s, nézegettem, legközelebb lehet, hogy ilyen wifi-set veszek, és nem kell belkidugaszolni. Főleg ugye a laptopra most nehéz, mert ebben a laptopban nincsen se USB-be menet, csak ez az Apple-ben menet van rajta, ez a hogy mondják magyarul? Thunderboltos, nem? Így mondják magyarul? Na minden. És kell hozzá ilyen átalakító végül is, látod? Ebbe bele tudom dugni az USB-t, ugye a nyomtatóból, ez a fele, meg belemegy a számítógépembe. És ilyen átalakító.
Ez az egy dolog, ami nagyon nem feszik a számítógépembe, ugyanis hogyha a kameráról le szeretném menteni a videót, ugyan ilyen átlapító kell mindig hozzá. A régi ez nem kellett, tehát azt szerettem benne, ez mindig kell, és na minden. Ami a számítógépet rettentően szeretem, ugye nagyon jó vele szerkeszteni, mert mutkó valaki kérdezte, többen kérdeztek, hogy milyen szerkesztésenek hasonló dolgok. Szeretem. Ugye, aki nem látta, ez a MacBook Pro van, ez az új fajta. És csak lenyomtam a dolgokat, ugyanis ott volt az e-mailem, meg mindenféle hasonló, ugye. Ez az új fajta. Bár ezt már mutattam nektek. Tehát én nagyon szeretem, gyors, szerkesztése nagyon jó. Úgyhogy bedugjuk ezt az USB-be. Várjál, addig leteszlek ide titeket. Bedugjuk az áramba. És meg kell keresni ezt a formot. Valamit ki kell nyomtatni amúgy. Elmehetsz és ebben a regisztrációs irodába hozhatsz ilyen formot magadnak. De mivel nekem ugye nincs időm, mert holnap reggel megyek dolgozni, munka után meg valószínűleg egyből oda fogok menni és megnézem, és nincs időm bemenni. Tehát azért inkább kinyomtatom, így letöltöm az internetről és aláírjuk csak. Hogyha el tudok menni és megnézni, ugyanis képzeld el, a héten felhívtam már legalább vagy 10 vagy 15-öt, vagy írtam e-mailt vagy SMS-t, nagyon sokan nem válaszoltak vissza, nem vették fel a telefont, eladták közbe, de rettentő nehéz. Annyi sok ilyen ember van, aki nem lehet velük normálisan beszélni, és nem válaszolnak vissza se az SMS-re, se az e-mailre, a telefont nem veszik fel, hogyha felveszik, akkor ilyen értelmetlen emberek. Na minden, tehát reménykedek, hogy holnap ez az üzlet össze fog jönni. Nyomtatunk, megtaláltam ezt a... amit ki kell nyomtatnom, remélem, hogy ez az ugyanis ilyen nagyon sok ilyen, ilyen dokumentum, nem tudom, hogy mondják magyarországon, ilyen forma angolul. Remélem, hogy jót nyomtatok, ha nem, na minden, ha meglátjuk. Aztán, hogy elfelejtettem mondani, vagyis megköszönni mindenkinek, aki megköszöntött ugye születésnapom alkalmával, nagyon szépen köszönöm. Ugye múltkor a videóban kérdeztem, hogy hány éves leszek, és adtam ugye egy pár segítséget, hogy 25 azt hiszem, azt mondtam 26 vagy 30, 36, 39, valaki azt mondta, hogy 39 leszel, vagy 40 leszel, 36 lettem, képzeld el a héten, csütörtökön, és már valaki mondta, hogy 30-nak nézek csak ki. Tehát remélem, hogy azért olyan öregnek ugye nem nézek még ki, bár én nem érzem magamat öregnek, 36 az még nem olyan öreg, bár az attól függ, hogy hány éves vagy. Tehát, hogy ha most te nézed a videómat, és te jelenleg mondjuk tegyük fel 12 vagy, 36 hozzád képest én rettentő öreg vagyok. Emlékszek rá, amikor apukám volt 36, és én voltam ugye fiatalabb, akkor már azért apukám kezdett öregedni. Most így 36 vagyok, azért ugye nem, én nem érzem magam azért olyan öregnek. Tehát ahogy tellenek ugye az évek, ma meglátjátok. Tehát aki ebben az életkorban van ugye, vagy idősebb, tudja, hogy 36 az nem olyan öreg még. De hogyha fiatalabb vagy, akkor 36 az rettentő öreg. Na várjál, hova menjek, hogy jobb fénye legyen. Lehet, hogy ki kellene cserélnem. Már nem kell kicserélnem, csak rá kell adnom a fényerőt erre a lámpára. Látod, csak az a baj, hogyha ráadom, na várjál, rá van adva ezt teljesen. Akkor fel kell kapcsolni a másikat. Nem lehet látni a tévét rendesen. Meghúzzuk ezt a kapcsolót. Na, mindjárt van itt fény, látjátok? Ez azt hiszem, hogy kinyomtatott a nyomtató. Már majdnem, még van vissza egy oldal, azt hiszem. És kész vagyok. Ugye ezt a mai videót én most lassan befejezem, majd holnap megmutatom nektek ezt az utánfutót, hogyha sikerül ugye megvásárolni, hogy hogy néz ki. Remélem, hogy annyira nincsen rossz állapotban, ugyanis ez nem ilyen drága utánfutó, tehát nem drága, hogy az, attól függ mihez képest, mert úgy, valaki azt mondta a csónak, amikor mondta, hogy nagyon olcsó pénzért sikerült megvenni ugye $100, és mondta valaki, hogy $100 az nem olcsó, mennyit keresel ott Ausztráliába? Ugye $100 a mi fizetésünkhez, meg az itteni árakhoz képest az rettentő olcsó, mert mondta, hogy $500 keresel biztos te egy hónapba. Hogyha $500 keresnék egy hónapba, akkor valószínűleg az utcán aludnák valahol. A havi albérlet, a heti albérlet többe kerül, mint $500 itt, ahol lakunk. Meg ugye az átlag is, az átlag házak vagy lakások ilyen $500-600 környékén vannak az átlag. És ennél van persze jóval drágább. Van egy nagyon picivel olcsóbb, de annál nagyon olcsóbb nincsen. Na minden. Tehát ahogy mondtam, az utánfutó olyan árban van, hogy elfogadható árban van, de van rajta egy pár rossz, azt mondták, ugye biztos sokat volt a vízbe.
de egy párról ki kell rajta cserélni ezeket a görgőket, 3-at egész pontosan azt mondta az illető, ami 10 dollár darabja, tehát nem olyan vészes, nem, majd meglátom, majd meglátjuk, és hogyha sikerül, holnap megmutatom nektek én, ami rettentő izgatott vagyok, remélem, hogy sikerül hozahozni, meg elmenni, megnézni is. Na ide, nem húzom tovább az időt, meg a tiéteket se. Befejezze ezt a mai videót itt most. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzék, ahogy szoktam mondani. Holnap folytatjuk. Sziasztok!